Road Movie projektből Erdély sem hiányozhat. A Bagosi Brothers Company zenekar Gyergyó Szent Miklósról indult, és írtak egy dalt a szülőföldjükről, amelyben elmondják az érzéseiket erről a tájegységről. Most megmutatjuk nektek is, hogy milyen csodák vannak ezen a környéken. Megérkezett Tilla. Gyertek, menjünk ki. Ó. Sziasztok! Jó reggel! Szia Tilla! Szia! Szevasz! Sziasztok! Hello! Szevasz! Ja, több ember lett már a zenekarban? Hányan vagy? Még mindig ugyanannyi. Folyamatos. Ki lakik itt? Mert ugye ti Gyergyó Szent Miklósiak vagytok. Te? Zsombor az igazi Szárhegyi. Te vagy a Szárhegyi? Igen. Gyergyó Szárhegyi? Csak úgy hívjátok, hogy Szárhegy? Szárhegy csak rövid. Szárhegy elég. És ez a kapu, ez... Volt, hogy már látom, hogy itt sincs mindenütt ilyen szép kapu. Ezt a kaput édesanyám faragta. Édesanyád? Igen. De hogy ezt megtanulta? Vagy itt minden asszony csinál ilyen kapukat? Ne, hát neki ez a végzettség, ő fafaragó. És az egészet ő csinálta? Nagyon büszkék vagyunk rá. Nem mindenkinek az anyukája farag ilyen kaput, ne? Hát neki ilyen jó kemény kezei vannak. Nagyon szigorú. Na, és akkor mi lesz a program? Mert most itt vagyunk Szárhegyen, de azért csak felmegyünk a hegyekbe, nem? Megyünk a Gyilkostóhoz és a Békásszorosba. Na, látni fogunk mindent? Tehát ami a környező hegyek, ahol ti laktok. Meg egy csomó olyan helyszínre megyünk el, ahol forgattunk már videoklipeket. Nagyon jó, na kíváncsi vagyok, menjünk. Induljunk. Lesz barlang is. Az lesz a tuti. De nevér nincs, én be nem megyek. Gyönyörű ez a táj, most hol vagyunk pontosan? Békásszoros Gyilkostó vidékén. A hegy tetején. Itt tudnám igazából összefoglalni. És a hegyeknek milyen neve? Ez milyen hegység? A Hagymás hegységben vagyunk. Velem szemben a Kisszurdokkő, tőle jobbra a Háromkúti völgy, vagy a Kisbékás völgye. És itt is forgattatok klippet? Igen. Norbi tudna erről többet, hiszen ő volt a rendező. Fél méter hó volt, és idáig kigyalogolni nem volt leányáló, ahogy szokták mondani. De sikeres, zseniális, megfagyós, hosszú, hóbos, sétálós. Maradj így. De látok, sok klipben megjelennek különböző ilyen gyergyói tájegységek, vagy Erdély több részére is elmentek? Előfordult, hogy máshol is forgattunk, de elsősorban ez esik közel a lakóhelyünkhöz, hiszen Gyergyó-Szent Miklós közvetlen közelében vannak a hegyek, és valahogy adta magát, hogy megjelenítsük a klipekbe a tájakat, hiszen az általában nem csak nekünk, hanem a nézőknek is tetszik. Ez a hely, ez egy kicsit ilyen eldugottabb, ezért is választottuk akár a klipnek a helyszínéül is. Itt inkább a medvék járnak. De tényleg sok medve van? Így van. Kerül belőle. Merre megyünk, Atta? Te vagy az idegenvezetőnk, ugye? Hát azt mondjuk el, hogy te mit dolgoztál itt? Én a Gyergyó Szent Miklósi turisztikai információs irodában dolgoztam 5-6 évig. Ú, de jó kezekben vagyunk. Igen, hát most itt vagyunk a Cifranyerekben, és a úgynevezett kis kilátóhoz fogunk ellátogatni, ahol szintén forgattuk a már előzőleg említett klippet, és lenézünk a mélységbe. Ami jó ilyen erdei tündérekről, meg ilyenekről nem írtatok még dalt? Nem, tündérekről nem, de van itt egy ilyen legenda szerint van egy ilyen képzeletbeli erdei szörny, vagy hogy is mondjam, mivel szokták így ijeszgetni néha itt nem ismerőseket, és azt rekkencsnek hívják. Rekkencs? Így van.
De az nem medve. Nem, nem, az egy teljesen különálló faj. Ezt nem tudjuk, hogy néz ki. Nem, senki nem látta. De várjál, de azt tudom, de az, hogy ez, hogy így rálépsz, tehát amikor mész az erdőbe, és valaminek ilyen hangja van. Ha. Elképzelt, hoppá. Hoppá, hallottad a rekkencs. Mondulj fel az erdőben. Hát innen már gyönyörű a kilátás. Gyakorlatilag a Békásszoros peremére érkezünk. Nevezett Szifra nyeregbeli kis kilátó. Erre arra jobb? Erre gyertek. Van-e? Szép nagy kilátás. Milyen panoráma van. Azért ez gyönyörű. Véleményem szerint olyan 1200 méteren lehetünk. Isteni jó a levegő. Innen is látszik klip helyszínetek? Hát igen, hát pont itt állt az úriember a klipben. Itt? Az utolsó jelenetek egyike így van, amikor itt gondolkodik, hogy mit is csinálja. Leveti-e magát vagy se? Igen. Ajánljuk bárkinek, hogy ellátogasson, hiszen nem csak ez a kilátópont van, hanem számtalan túraútvonal vezet ezekre a környező hegyeknek a tetejére. Szembe velünk a kis szohárd, hátunknál a Mária kő, illetve hát a nagyon látványos oltárkövet látjuk ott kibukkanni. Az az? Keresztel a tetején. Amit gondolunk Erdélyről, az valahogy olyan eszenciálisan itt van. Mit a mesékben? Hogy nagyon jól lehet ugye kirándulni, meg sziklát mászni, de milyen tájegységek vannak még itt? Általánosan talán a Békásszorost, illetve a Gyilkostót ismerik. És oda lemegyünk? Nincs is olyan messze innen? Nincs messze. Hát, nézzük meg. Ez a Gyilkostó, ugye? Ez így elnyúlik erre, amarra. Ez mekkora? Ez egy nagyobb tó? Nem, viszonylag kicsi. Hát ez valahogy igazából egy erdő volt, egy völgy, amelyben néhány patak folyt, és 1837-ben az akkor heves esőzések, illetve feltehetően egy földrengés következtében a Gyilkos hegycsúcs aljában levő törmeléklejtő megcsúszott, és elzárta a völgyben futó patakoknak az útják, minek következtében ilyen természetes völgyelzárodással keletkezett tó jött létre, és ezek a fák, amelyek még most is látszanak, ezek a valamikori erdőnek a maradványai. De ez egy nagyon különleges természeti jelenség, ugye? Tehát azért is az egyik legnagyobb turisztikai látványosság itt, mert nem nagyon van máshol ilyen? Hát a világon van jó néhány példa rá, viszont eléggé ritka. És itt már zenéltetek? Közvetlenül itt a tavon nem, viszont itt a közelben, itt a tó fölött magasodó kis szohárnak az oldalában van egy vasaltút, amelynek a függőhídján zenéltünk. Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utána, némán állok egy házterasztán. Fakulóban a szín, de a nyár ide jár. Ezek a tájak mit jelentenek nektek? Tehát amikor ugye több klipetekben is megjelenik Gyergyó környéke, de mi alapján választjátok ki ezeket a helyszíneket? Nem, hát alapvetően az otthont jelenti igazából, és minden egyes közeli olyan látványosságot megpróbálunk mutatni, ami közel áll hozzánk. Hát még igazából nem titkolt szándékunk, hogy mivel ezek szép helyek, és szeretnénk, hogy minél több ember láthassa, értesüljön arról, hogy milyen szép helyről származunk, ezért ilyen indirekt módon promózzuk a vidékünket a videoklipjeinkbe. És a zenétekre is hat ez a táj? Sokkal ihletőbb, az biztos. Tehát tényleg, amikor kint vagy a hegyen, a fák között, egy tó mellett, tehát az teljesen más, mint mondjuk egy beton rengetegben, más ihletés jön ki belőle. Szoktál ilyen helyeken dalokat írni? Nem, de van egy dalod, ami innen indult. Az esőcseppeket, azt pontosan igazából itt írtam. Este a sötétben, az esőbe sétáltam a főúton, mondjuk egy órán keresztül. Törzsgyökeres gyilkostói dal, az esőcseppek. És ide most ebbe a Road Movie sorozatba, amit írtatok dalt, az hogyan kapcsolódik ehhez a tájhoz, vagy ehhez a régióhoz?
ez is az otthonról szól teljesen, és mondjuk nem is feltétlenül csak a kis városkánkról, hanem az egész környékről, abban a millióban, amiben mi felnőttünk. Benne vannak a fák, a tél, hogy hideg van. A medve. Hogy a medve nem játék. Meg a visszatérés, mint fő motívum, tehát inkább az egész folyamat, amikor visszajövünk és meglátjuk azt, hogy honnan is jöttünk. Mi az, ami nagyon ide köt titeket? Tehát mi az, ami így most azon kívül, hogy család, meg itt született az ember, de mi az, amit szerettek itt, ami miatt visszajöttök? Ez nem biztos, hogy egy olyan dolog, amit ki lehet emelni, vagy így megfogni, vagy elmondani, hogy igen ezért, hanem alapvetően mindenkinek gondolom ugyanaz a honvágy, nekünk meg a környezet, meg nyilván a barátok, család, de hogy a környezet az maga, ami egyedi és különleges. Kóstol meg, ilyen Megkóstol. Egyedi és különlegesen finom a Gyilkostolnál a kürtős kalács. Ettem én már Erdélybe, de ez a gyergyói? Ez a legjobb. Gyönyörű ez a rész, és ezt az egész őrületes szorost ez a folyó vágta ki tulajdonképpen? Így van. De ez lélegzettel állító. Ez egyszerűen gyönyörű. Hát ez a Békás szoros legmélyebb pontja. Pokol torkának is nevezik. Milyen barlangba megyünk most? A Súgó barlangba. Súgó barlang? Így van. Mi befúj a szél, és akkor így... Nagyon jól megfejtetted egyébként. Pontosan nem csak a befújó szél, hanem a bent levő pataknak a suhogásáról nevezték el a helyiek Súgó barlangnak. Hogy teltetek ki, hogy itt is zenéljetek? Mi rendszeresen feldolgozzuk önmagunkat, és az ilyen akusztikus feldolgozásokhoz... Ez az a következő disznóvágás. Norbi ott forog. És a feldolgozásokhoz igyekszünk ilyen különlegesebb helyszíneket találni, mint amilyen ez is volt. Ráadásul ez volt az első. Igen, azt hiszem, hogy ez egy kocsmai beszélgetéskor jött szóba, de akkor döbbentünk meg, hogy ez mekkora nagy falat, amikor kipakoltunk itt a helyszínen, is föl akartuk vinni az összes cuccot. Ugye, mivel élőbe vettük föl, tehát itt generátortól kezdve, nagy bögőig, mikrofonok, mindent föl kellett cuccolni. Nagy bögő alig fér be konkrétan az ablak száján. Előbb a megközelítés a barlangnak egy kisebb túra, aztán még ott adottak további problémák, de megoldottuk. Szevasztok! Lámpát a fejre, így jól csinálj? Adj Isten! Köszönjük szépen, hogy körbevisztek minket. Na Attila, hogy tetszik? Nagyon tetszik. De érdekes, hogy ezek a szűk járatok hogy váltakoznak itt ezekkel a nagy terekkel. Így van, hát gyertek, ide, van itt néhány érdekesség. Tényleg. Ez egy nagyon szép, látványos és viszonylag éppen megmaradt része a barlangnak. Gyere, Norbi. Yes. Gyere. És akkor oda világítanak a srácok, akkor szépen látszik, hogy ott középen az a cseppkő formátum, az, mint a Szűz Mária lenne, legalábbis így nevezik. Ugye, az. Barlangászok előszeretettel elnevezik a különböző szalatokat. Hát ez a legjobb játék, ez is valami fura, nem? Valami igen, emberi tűl. Igen, az 18 pluszos. Szóval a Szűz Máriánál tartunk egyelőre, ne haragudjál meg. Ott van fölötte a templom kupolája. Szűz Mária mögött időnként fel lehet fedezni hófehérkét és a hét törpét. És hogyha abban az irányban nézel, itt akkor ez bele. Jancsi és Juliska, az a kis iker. Ott van az iker pagodák hátul. És tényleg. De hol zenéltetek? Még ennél is messzebb? Így van, egy zeneteremnek nevezett. Nem értem. Itt, ezen az úton hoztátok be a nagy bőgőt? A nagy bőgőt is, és mindenféle. Gitárokat, mikrofonokat. Az azért jó kaland lehetett. Itt vagyunk gyakorlatilag a zeneterem kapujába.
annak idején, amikor felfedezték a barlangot, akkor úgy vélték, hogy egyenként megkopogtatva a különböző hosszúságú cseppköveket érdekes ilyen zenei hangokat csaltak ki belőle, és akkor ennek tiszteletére zeneteremnek nevezték el. Visszajöttünk a TED színhelyére. Így van. Ez a színpad. Nagyon-nagyon jó hangulat. És jönnek majd az óriások, és ők tudják, hogy mit szabad. Ökörre mennek a házhoz, hozzák azt az űrt meg zavart, hogyha szaladsz, akkor most állj meg. Itt lehet ilyen igazi néma csend, nem? Lássuk. Akkor kapcsoljuk le. Ezt akartam mondani. Is, kapcsoljuk le. Tök sötét. Soha többet nem találunk. Sziasztok. Jó, okay. Jó volt veletek. Na, ez mi? Ez már nem a barlang. Legjobb helyen vagyunk, itt vagyunk a basafogadóban. Ja, tényleg ide menjél a basafogadó. Egy jó kis hoppanálás. Na most elhetünk, ja, ami ránk fér az étel. Ha leszünk, akkor egy székely ízvilág. Székely ételeket megkóstoljuk. Bizony. Maradok a káposzta levesnél. Én is maradok szerintem. Tepsítsük. Akkor itt egy túrós pityókkal leves. Tárkonyos pityókkal leves csülökkel. Orduka. Atát választom. Új, de kíváncsi vagyok erre. Egy dolog biztos, szék, a csipős minden mellé dukál. Igen, de ez az... jó, ez olyan savanyú csipős. Figyelj, meghozza az étvágyat, ez biztos. Nem szabad spórolni vele. Megkóstolom csipős nélkül. Ó, ez a jó savanykás, az. A jó ebéd, ez szól a nóta. Már vacsora, de... Megjöttek a zenészek. Jó estét kívánunk! Nektek szólt! Elzsibirés Ári, ma is karózzál. Amikor meghallgattam a dalt, elég gyorsan kialakult a fejemben a koncepció, legalábbis az irány, hogy egy egészen lassú, érzelmes, egyszerű és őszinte dalról van szó, és arra gondoltunk, hogy akkor azt nem kéne túlbonyolítani, akkor mi is egy egyszerű koncepcióval jövünk, és egy őszinte érzelmi koncepcióval, egy kis csavarral természetesen. Egy ilyen jó, hogy itt vagy. Nem kell mondani semmit, nem legyen beszéd, hanem csak ráteszi el, és te is nézzél rá, hogy jó helyen vagyok most már. Egy férfinek az útját követjük, ugye a dal a hazatérésről, a visszatérésről szól, mi pedig beépítettük még egy picit a változást, a megtisztulást, és tulajdonképpen egy férfinek a spirituális útját követjük végig. Első mozdulat az, hogy ugye tele van, itt vannak törölköző a fején, nem látunk semmit. Lehúzza, és látjuk, hogy borotva el van, és nézi magát a tükörben. Fontos volt, hogy egy nagyon szűk stábbal dolgozunk, mert hát nem szeretem azt a szót, hogy gerilla forgatás, de igazából mégis az, mert a főszereplőnkkel, a Tóth Sándorral elindultunk, és tulajdonképpen ahol éppen volt egy lehetőség őt leforgatni, ahogy éppen megteszi az útját Budapestről Erdélybe, hogy akkor tulajdonképpen nem lehetett előre kiszámolni, hogy mikor, hol, mit forgatunk, úgyhogy egy kis stáb kellett, megbízható és gyors. A Studinger András pedig pont azért kértem fel, mert ő nagyon gyorsan tud nagyon szép képeket csinálni, és tulajdonképpen egy ilyen egyszemélyes technikai hadsereg, tehát a dróntól a különböző kameramozgató eszközökön keresztül mindent tud kezelni. A kislány ki fogja nyitni az ajtót és nézni fog téged. Egy bizonyos, kicsit kivársz, majd érzékeled, hogy ott valaki van.
és odafordulsz, de a kislány azonnal becsukja az ajtót, visszafordulsz, és magadban gondolsz egyet, hogy jól van, ő is itt van, ő is jól van. Attilát már így mondhatni, talán évek óta ismerem, és ez erdélyi hívószava az nálam alapból megvolt, tehát én nagyon örülök, hogyha itt dolgozhatok. Figyelj, kinyitod, nézel engem, ki vagyok én, gondolkozzál, ismerem valahonnan? Ajjaj, mindjárt észrevesz. Amikor Attila elmondta nagyjából a sztorit, hogy miről lesz szó, pár mondatban meghallgattuk a zenét, és igazából azt mondta, hogy hát neki indulunk, és majd lesz valahogy. És hát feltehetőleg azért dolgozunk most itt együtt, mert én ezt teljes nyugalommal végighallgattam, és mondtam, hogy oké, csináljuk. Gyere ide, nagyon elnéz kérek, nagyon ügyes voltál, nagyon. Nincsenek előre befotózott jelenetek, nincsenek begyakorolt mozdulatok, meg jelenetsorozatok, és talán ez az, ami érdekessé teszi ezt a projektet mindkettőnknek. Ettől lesz számunkra is izgalmas, és most a jelenlegi pillanatban is még alakulóban van az egész. Ha is a Sándort nézed, csak a Sándort. Jó, meg vagyunk ezzel, köszi. Farkasok és a többi. Farkas átváltozós. A klipnek nehézségei nincsenek, de lehetnének, mert hogyha papíron nézzük, akkor van prosthetic smink, több országban forgatunk, road movie, állatokkal, nem is egyel, idomított állatokkal, gyerekekkel, úgyhogy ha ezt mind összevonjuk, akkor elvileg rengeteg gondunk kéne, hogy legyen, de nincs. Lineárisan haladunk ugye a történetben, és ahogy fogy az időnk, úgy érünk a történet végére. Amikor a közepe környéken vannak, akkor veszítjük előket és feligazítunk a távolba, és ez a zárusnyitunk. Figyelem, telik az idő, de nem késő még tám. Várnak a vártál jobban, keresem a régi tereket, a pultos integet ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér. Meleg az otthontól fűtött tél, csak az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. Nyújtásnyira minden, az autók állnak, a jégtől fagy az oszlopra száll. Szép ide, szép oda, Miklóson nem játik, a medve nem táncol, csak ül és bár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. Visszajövök
egyszer mi. Az esőt, ha elbújja a szél,